Nézelődtem a Facebookon, és láttam, hogy szélső balosok tüntettek a múltkor. A tüntetésre kiment a le az adók 75%-ával párt elnöke és alelnöke ellen tüntetni. Politikailag nem mondanék semmit erről, viszont érdekes, ahogy a rendőrség eljárt velük szemben. Ide jöttek Magyarországra, és szerveztek egy olyan terror támadást, amiben 8 embert is megtámadtak, teljesen békés embereket. Na most ennek az olasz, náci vagy fasiszta nőnek a kiszabadításáért tüntetnek emberek. Azt szeretnék, hogy kegyelmet kapjon. Jó napot kívánok, uram, Szűcsöm, rendőrmest a VRFK-tól, jelmészet 0671. Igen. Viszont magazán szeretnék kérni magától. Ennek az olasz hölgynek az érdekében tüntetnek itt mellettünk. Ezek a hát magukat antifának hívó, de valójában a fasizmus támogató hölgyek és urak, és ezt a véleményüknek adnak hangot. Úgy látszik, mi ezt nem tehetjük meg anélkül, hogy ne igazoltassanak minket. Ön mit szólna ez, hogyha önt egy kollégája így ellenőrizné, hogy ön így veszélyt jelent a másra? Ön méltányosnak vagy arányosnak tartaná a vélemény nyilvánításra? Én örülök, hogy nem vagyok rendőr. Komolyan, ezért én felárat kérnék, tehát hogy más férfiakat taperoljak. Természetesen panasszal fogunk kijönni, mert ez szerintem már nincs a rendőrség, tehát arányosan. Tehát valaki kimegy tüntetni valami kommunisták ellen, mire a rendőrség őket piszkálja. Először is mire felkamerázták le őket? Hová megy az a felvétel? A másik, hogy milyen okból történt az igazoltatás? Miért állták őket körbe? Miért gondolta úgy a rendőrség, hogy megfélemlítést alkalmaz? Mit követtek el? Egyértelműen semmit, mégis átkutatták a zsebeiket is. Milyen alapon? A szélső bal ment ki erőszakos emberek mellett tüntetni, tehát kíváncsi lennék, hogy őket a rendőrség egyenként igazoltatta-e, meg átvizsgálták-e minden egyes személy zsebeit, illetve hogy mindegyikükről készült-e videófelvétel és fotó. Persze, hogy nem. Ha már itt ez a téma, akkor mondok néhány saját történetet rendőrség és szólásszabadság témában. Az egyik videómban arról már beszéltem annak idején, hogy egy rockkoncertre mentünk, mire a rendőrség megállított minket és átkutatták a zsebeinket, meg igazoltattak. Mire megkérdeztem a többieket, hogy szerintük lefényképezzem-e az igazoltatást, hogy legyen fotó a cikkemhez. Erre a rendőr rám förmett, hogy maga majd akkor fényképezze minket, ha mi fényképezzük magát. Igen ám, épp csak nekem cikkhez kellett volna illusztrációnak, ők meg rendőrök, nem cikkírók. Minden esetre ironikus, hogy ők viszont mindenkit lefényképeztek és lefényképeznek. Ezen akkor gondolkoztam el először, amikor mi épgyűlésre mentünk a Hősök terére, és körbeállt minket egy rakás rendőrségi ifa, és a teherautók tetejéről kamerázták a tömeget. Persze az is érdekes volt, ahogy egy másik alkalommal, egy másik rendezvény volt ugyanott, mire minden odaérkező ember hátizsákját elvették, és betették egy rendőrségi kis buszba. Elég egyértelmű, hogy átkutatták az összes táskát és hátizsákot. Eleve azért vették el, hogy ezt megtehessék. Meg persze, hogy mindenkit megfigyeltek annak idején, akinek nem tetszett a rendszer. 17 évesként egy időben én is folyton felbontva kaptam minden borítékot és csomagot. Bedobta a postás, kimentem a postaládához, és jé, fel volt bontva ez is, meg az is. Mindig csak az, ami az én nevemre jött. De itt az USA-ban se volt jobb. Volt tüntetés és ellentüntetés. Mi a bűnözés ellen tüntettünk. Minket átküldtek a fémdetektoron, kiforgatták a zsebeinket, átkutattak minket. Az ellenoldalnál ilyen nem volt. Őket nem ellenőrizték, az őruháikat nem tapogatták át. Az egyik ismerősöm mondta, hogy egy másik alkalommal is volt fémdetektor, a rendőrök átnézték még a pénztárcáikat is. Ezt azért mesélte el nekem, mert volt nála a pénztárcájában egy 100 dolláros, a rendőrök átvizsgálták, és mire visszakapta, már nem volt benne a pénz. Biztos elpárolgott. Annak idején egy régi videómban beszéltem arról is, hogy megbüntettek minket, amiért bűnözés ellen szórólapoztunk, és hogy súlyos pénzbüntetést kaptunk a rendőröktől, de hogy milyen rendes volt utána a rendőrök felettese, hogy felhívott minket, hogy ne törődjünk a büntetéssel, mert elintézte, felejtsük el az egészet, mert hogy nem lett volna helyes büntetés elleni szórólapozásért büntetést kapni.
Egy kicsit ennek utána néztem a múltkor, és rájöttem, hogy teljesen más volt a helyzet. Nem azért hívott fel minket, mert nem lett volna helyes a büntetés, hanem azért, mert szó szerint illegálisan büntettek meg minket. A rendőrök, akik a büntetést adták, hazudtak, és nem egy létező törvényre hivatkozva büntettek meg minket. Nem volt olyan városi törvény, hogy engedély nélkül tilos szórólapozni. Csak olyan törvény volt, hogy közterületen tilos nagy reklámplakátokat kihelyezni. Magyarán a rendőrök össze-vissza hazudoztak, és ők szegték meg a törvényt, csak hogy elhallgattassanak minket, hogy megakadályozzanak minket a szórólapozásban. Szóval lefilmeznek, lefényképeznek, elkülönítenek, eltakarnak, terrorizálnak, elhallgattatnak, igazoltatnak, megfélemlítenek. Mindezt azért, hogy ne tudj élni a szólásszabadság jogával.